Antól most eltávozik. Percekkel a közgyűlés kezdése után felálltak, majd egyszerűen kisétáltak a teremből az éjjel szexált frakció megjelent tagjai, Murvai Árpád és Faragó Zsolt. Igaz, csak ketten voltak, de kivonulásukkal elérték azt, hogy az éppen az ő indítványaikra összehívott ülés határozatképtelen lett. Pedig több fontos határidős döntést is meg kellett volna hoznia a testületnek. A Fidesz frakció vezetője szerint az észlépése érthetetlen. Ez egy cirkusz, vagy nem is tudom, bohózat, talán nem tudom, minek nevezem. Az ilyen szexárd frakció összehívatta a közgyűlést, részben jöttek el a közgyűlésre, napirendeket fölvetett a Murvai képviselő úr, hogy legyenek a napirendek, majd mielőtt bármi történt volna, fölállt és kivonultak. Máté Péter szerint ezzel a lépéssel az ilyen szexárd tagjai nem csak hátráltatják a közgyűlés működését, de a város fejlesztésének is keresztbe fekszenek. Egy dolog látszik, hogy a város élete nem érdekli őket, csak a szereplés, a folyamatos zavarkeltés. Itt van például ez a kerékpáros pálya, pályázat beadás, határidős 17-e, jövő héten van 17-e. A Oksi Bizottság tárgyalta, ők foglalkoztak vele, tegnap egy megbeszélést hívtak erre össze, amelyiken részt vettem, és ehhez képest ma nincs döntés arról, hogy a kerékpáros pálya legyen, ne legyen, hol legyen. A város jegyzője úgy nyilatkozott, ennek ellenére nem hagyják elveszni ezt a pályázati lehetőséget. Az ilyen szexárd tagjainak nem ez volt az első ilyen akciója. Júniusban szintén az ő indítványukra összehívott rendkívüli közgyűlésen mindenki megjelent, majd egy petíció felolvasása után közösen hagyták el a termet, akadályoztatva ezzel a Tolnai megyeszékhely közgyűlésének működését és a város fejlődési lehetőségeit. Ezután a kormányhivatalhoz fordultak, hogy jelentsék, szerintük jogszerűtlen volt a közgyűlés. A kormányhivatal megvizsgálta ennek a közgyűlésnek az összehívásának a jogszerűségét, és minden rendben talált. Biztos vagyok benne, hogy ennél a közgyűlésnek az összehívásával kapcsolatban a kormányhivatal hasonló eredményre fog jutni. A következő rendes ülést a tervek szerint jövő héten tartják meg Szekszárdon.